Minden nap ugyanúgy kószál el. Ugyanaz a vágy, ugyanaz a reggel. Felhőkön ülnek a percek. Hívnak, hogy én is menjek. Régebben nem hittem benne egyáltalán, mert én úgy gondoltam, hogy ez csak egy olyan dolog, amiben a papok meg van emberek hisznek, akik azt hiszik, hogy van valami természetfeletti erő, ami irányítja az embereknek a lelkét. Így éltem az életemet, egyáltalán nem tudottam, hogy tényleg van ez így, vagy nem úgy. Egy év ezelőtt viszont történt velem valami nagyon rossz dolog. Az orvosok súlyos betegséget állapítottak meg nálam. Rákos beteg vagyok. Amikor feküdtem a kórházba, nagy kínok közt és fájdalmak közt, járt oda egy tisztelendő úr. Már nem tudom, hogy nevét neki, de elég sokat beszélgettünk Istenről, és akkor valahogy a lelkemén elkezdtem hinni benne, hogy talán mégis van, és hogy talán csodát tesz, és hogy majd lesz valahogy. És elkezdtem így gondolkozni, akkor az otthonban jár hozzánk az Ági nénék, ilyen hitoktatók, azokkal is kezdtem el beszélgetni, sőt, szoktam elmenni a ilyen hitvallás órákra is. És hál' Istennek így visszagondolva rá, hogy talán mégiscsak létezik Isten, mert most, hogy voltam kb. 2-3 hete vizsgálaton Szombathelyen, kiderült, hogy visszazsugorodott a rákom, és hogy most sok az eredményeim. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis van Isten, hinni kell benne, és ő segít mindenben, amit az ember szeretne, vagy amit gondol az ember. Úgyhogy amit én gondoltam régebben róla, az csak vicc volt. Tehát egy ember, amikor nem is gondolta, hogy van ilyen, hogy tényleg létezik. Hogy... Szóval nem tudom, hogy szavakba önteni, mert ez nagyon-nagyon nehéz erről beszélni. De most már hiszek benne, és azt is hiszem benne, hogy meg fog gyógyítani, és ki fog gyógyítani nagyon a rákból engemet.
Köszegen járva nagyon sok templommal találkozom, és arra gondolok, hogy itt még megtalálom gyermekkorom illúzióit. De a mai emberek mit találnak itt? Mit keresnek itt? Miben hisznek itt? Erre csak Ady Endre versével tudnék válaszolni. Hiszek hitetlen Istenben, mert hinni akarok. Félúton várok, vége van, fénylik, de nem szín arany. Akkor kezdesz el élni, mikor a mennyország kapujában sorban állsz, és nem érted, ki is vagy való.